Több mint tucatnyi könyvet hozott ez a hölgy alapozóba. Azért tette a polcra a köteteket, hogy másnak is örömet szerezzenek. Éppen egy éve állították fel a könyvcserepontot a Városháza előtti téren. Itt kis tömzsilát, itt picik körbe állt. A születésnap alkalmából programismertető sajtótájékoztatót is tartottak, ahol Bújtás Ervin zenélt. A Libri Bookline először a kultúráért is felelős alpolgármestert kereste fel alapozó ötletével. Tavaly telepítettük közösen, óriási népszerűség. Örvend. Én is vittem már innen könyvet, egy Vörös Sándor könyvet egyébként, és hoztam is már egyébként pont egy rejtő krimit. Azt hiszem, hogy az olvasás egy nagyon-nagyon jó dolog, és egy kicsit kikapcsol minket, és én nagyon nagy öröm az, amikor azt látom, hogy ez a patkó, aminek a két oldalán padok is vannak, akkor olyan embereket látok itt az ügyintézés után vagy előtt, hogy egy kicsit megpihennek, leülnek, és sokan olvasnak is. A lapozó több nagyobb városban is működik már. Szombathelyen közterületre telepítették, hogy mindenki bármikor hozzáférhessen. Az a célunk, hogy egy körforgásos gazdasághoz valamilyen módon hozzá tudjunk járulni. Újra hasznosítjuk a könyveket, újra hasznosítjuk az olvasásnak az élményét. Ezt a cél szolgálja a lapozó, és ehhez kapcsolódóan egy hosszabb távú együttműködés is létrejött Szombathely önkormányzatával. A Bloomsday alkalmából jövő héten kitelepül a Bookline terasz, a mozgókönyvesboltban olvasgatni is lehet. Akciók, ajándék és dedikálások is várják az irodalomkedvelő közönséget. Szombathelyi írók, költők is részt vesznek a programban. Jövő héten a Bloomsday előhetibe, hiszen jövő héten 16-án kezdődik a Bloomsday, és miköré épülhetne, mint az irodalom és egy könyv a Ulysses köré. A Bookline egy könyvcseréponttal és egy úgymond ilyen könyvpavilonnal is készül. A könyvcserepont a Strammel udvarban lesz szombaton egész nap, és egy könyvpavilon, egy könyvolvasó sarok is létre fog jönni a vásárolni, és lehet tőlük babzsákok, kis székek, jöjjenek el és olvassanak. 17-én az Éva Malom udvarában könyvcserepiknikre várják a látogatókat. Miskolcon volt ilyen legutóbb, ott pár óra alatt 1300 könyv cserélt gazdát.